A Tisza-Tavi turisztikai kerekasztal a térség legnagyobb szakmai együttműködése. Célja az információ megosztása, a Tisza-tó népszerűségét és ismertségét növelő kezdeményezések generálása, koordinálása, a térség meghatározó turisztikai szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás és a közös gondolkodás erősítése. Nyitott fülekkel és odafigyeléssel fogadják az előremutató véleményeket, ötleteket. A kerekasztal tagjai között található F. Kovács Sándor, a Tisza-tó miniszteri biztosa, országgyűlési képviselő, Huba Imre, a Jászhegyszolnok Szolnok vármegyei önkormányzat és a Tisza-tó térségi fejlesztési tanács elnöke, dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke, a Tisza-tó TFT alelnöke, a Köti Vízig, a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság, a Tisza-tavi Sporthorgász, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. Vezetői, a Tisza-tavi Ökocentrum Poroszló, Tisza-tavi Kerékpáros Centrum, a Magyar Tavak Fesztiválja, Velencei tó Tisza-tó Balaton, a Ringató Kisköres Strand, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, az Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Aktív és Ökoturisztikai Központja, az I Love Tisza-tó képviselői és a Tisza-tavi térséghez tartozó főként tóparti települések, Tiszafüred, Kisköre, Abátszalók, Poroszló, Sarud, Tiszanána, Dinnyéshát, Berekfürdő, Karcag vezetői. A kerekasztal titkára Galó Anita. 1973. május 16-án a Tisza második vízlépcső ünnepélyes átadásával örökre megváltozott a tisza-tavi lakosság élete, és a térség egy teljesen új lehetőséget is kapott. Nem csak vízgazdálkodási és öntözési szempontból vált a Közép-Tisza völgyének meghatározó térségévé. A turizmus is körbenőtte az elmúlt évtizedek alatt a kiskörei vízlépcsőt és bevette a térséget. Mára egyre ismertebb és népszerűbb turisztikai térsége hazánknak. Az évforduló kiváló alkalom arra, hogy előre tekintsünk és egyeztessük, összehangoljuk a Tisza-tó jövőjével kapcsolatos elképzeléseket, fogalmazott a közösségi oldalán közölt bejegyzésben F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Ennek a térségnek van egy hangulata, ennek a térségnek van egy befogadó érzése, és azt gondolom, hogy aki idejön és többször is visszatér, az ugyanúgy érzi, hogy nem csak Magyarország egyik legszebb tájegysége, hanem legbarátságosabb tájegysége is. És hogyha aktív turizmust akarunk valahol csinálni, Magyarország nagyon alkalmas arra, hogy aktív turizmust csináljunk. Mert az aktív turizmus nem a megmászandó sziklák, nem az átevezendő zúgók és folyókon múlik, hanem a fantázián múlik. Az aktív turizmust nem a táj adja, hanem a benne élő fantáziával rendelkező emberek, akik kitalálják, hogy egy sziklán hogy lehet úgy mászni, hogy jól érezze magát az ember, egy erdőben hogy lehet kerékpározni úgy, hogy idősnek és fiatalnak jó legyen, és egy idén 50 éve felduzzasztott víztározó, mert ha szigorúak akarunk lenni, akkor ez egy víztározó, amit mi Tiszatónak hívunk, hogy lehet egy csodálatos ökoturisztikai központ kerékpározni, evezni, horgászni, aktívan kikapcsolódni. Az idén 50 éves Tisza-tó jubileumi eseményeinek egyeztetésére hívta össze tagjait a Tisza-tavi turisztikai kerekasztal kiskörére. Nagyon örülök annak, hogy tényleg hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy itt le tudjanak ülni. És miért is fontos az, hogy ne üljenek? Ugye Sanyi elmondta, hogy a térség az egy hatalmas lehetőség, és szerintem is egy fantasztikus kihasználtan potenciál van a Tisza-tóban. Messze-messze a lehetőségeit nem használja még ki ez a terület. Szerintem mióta mi színre léptünk az aktív ökoturisztikai fejlesztési központban, nagyon-nagyon sokat lendítettünk a területen, hogy összekötöttük a Poroszlót Tiszafüreddel, megépült a híd, felújítottuk a kerékpárútnak egy részét, csak vízen megközelíthető kilátókat építettünk, támogattunk filmeket a Tisza-tóról, tehát hogy tényleg most elintéztük azt, hogy közvetlen járat legyen, vonatjárat legyen Budapestről Tiszafüredre, szerintem az is egy óriási dolog volt, elindult a nyaralóhajózás, tehát tényleg mióta
Mióta igyekszünk odafigyelni erre a területre, rengeteg minden történt, de még mindig óriási kihasználatlan lehetőségek vannak. És hogyan lehet ezt kihasználni? Ezt leginkább úgy, hogyha sikerül a térségben dolgozóknak, a térségi szolgáltatóknak, polgármestereknek valahogy közösen megalkotni azt a Tiszató brendet, amit sikerül elhelyezni az emberek fejébe, és amiért az emberek autóba ülnek hétvégenként, vagy nyáron, vagy akár hétköznap is, és eljönnek ide erre a térségbe. Számos dolog körvonalazódott, és a közös gondolkodás eredményeként olyan kezdeményezések és ötletek valósulhatnak meg, amelyek a Tiszató népszerűségét és ismertségét tovább növelhetik, ugyanakkor nem felejtkeznek el megemlékezni azokról a szakemberekről és közösségekről, akik az elmúlt fél évszázadban sokat tettek a fejlődésért. A jubileumi évben a következőkkel készülnek. Online rendezvénynaptár, Tiszató 50 logó, Tiszató Expo Kiskörén szeptemberben, vízügyi konferenciával, vetélkedővel, ünnepi akciókkal, látványosságokkal, a kiskörei vízlépcső fényfestésével, a Csiovini Ferenc 15 darab alkotásának és egyéb képzőművészeti alkotások megnyitása a nagy közönség számára, látványos halasítás, selfie pont a kiskörei vízlépcsőnél, kvízjátékkal, értékes nyereményekkel, tiszatavi kalandgyűjtő útlevéllel és egyéb meglepetésekkel.